Ez továbbra is az Egyenlítő itt az Ózon TV-n, és az elmúlt percekben már a digitális oktatásról beszélgettünk vendégemmel, Antalini Mis Lillával, aki egyrészt magyar történelem szakos tanár, másrészt pedig szakértője a digitális pedagógiának. És folytassuk is, mert nagyon izgalmasan alakultak az elmúlt percekben arról, hogy milyen is a 21. századi technika az osztályteremben, és én itt nagyon lelkes vagyok, mert én még másképp tanultam az egésznek a tanítását, és valahogy megváltozott minden, de tetszik, jobb irányba megy, és hogyha éppen a dualizmus koránál tartottunk, ugye, hogy ez tényleg megvalósítható, hogy a gyerekek érdeklődési körébe beolvasszuk mondjuk a történelem tanítást, akkor azt hiszem, ők is érdeklődőbbek lesznek. Itt ugye a dualizmusról volt szó, hogy vajon a kiegyezés utáni korban ki milyen szerepet vesz fel, és ezt akár mondjuk egy Fész vagy Facebook oldalon ki tudja fejteni? Akár ilyen formában, akár pedig mondjuk egy olyan történetbe ágyazva, hogy ők készítettek ugye a korabeli fotók, képeslapok alapján egy történetet, amit utána alánarráltak, zenét szerkesztettek hozzá, videót vágtak. Tehát akár filmet is csinálhatnak. Akár filmet is csinálhatnak, Atya igen. Úristen, nekünk ez mondjuk a 80-as években, ez egy ilyen Mission Impossible volt, tehát egy ilyen elérhetetlen álom volt, de ez ma már mind megoldható. Ma már mind megoldható, hiszen a gyereknek a zsebében hordott telefonja is akár alkalmas arra, hogy ilyen applikációkat letöltve, képeket összevágva, esetleg ezeket valamilyen úton, módon, filterekkel manipulálva létrehozható akár néhány perc alatt egy ilyen történet. Beszéljünk az eszközökről. Iskola kezdéskor például mindig nagy problémát jelent ugye az, hogy a füzetcsomagot, a könyvcsomagot megvásárolják sokáknak, szó szerint anyagilag is. Én tudom, hogy a technikai berendezések nem olcsók, sőt talán drágábbak is, de mondjuk egyszer kiválthatja egy telefon, egy iPad az összes füzet és könyvcsomagot? Hát ez egy nagyon jó kérdés, pont abból kifolyólag, hogy a kézírást mennyiben veheti át a gépen történő pötyögés. Bizonyos területeken átveheti. Tehát például én nagyon szeretem, hogyha a történelem óráimon van egy közös üzenőfalunk, és a közös üzenőfalra elkészülő dokumentumokat feltöltik a gyerekek, így mondjuk az is lehetőséget kap arra, hogy belelásson az órába, hogy mi történik, aki mondjuk nincs ott egy betegség, egy edzés, egy verseny miatt, és így nem az a probléma merül fel, hogy kitől kértem el a füzetet, ő nem írta le, tehát hogyan akár pótolom. Mondjuk betegség vagy egy hiányzás esetén egy óravázlatot el lehet érni? Így van. A neten? Így van. Mindenféle gyakorló feladatokat mellé rakva, igyekszem mondjuk a házi feladatokat is úgy megadni a gyerkőcöknek, hogy mondjuk a buszon hazafelé végig lehessen pötyögni mondjuk egy összerakós játékot, egy idővonalat, hogy el tudja rajta helyezni. Tehát egy játékos formában tudja elmélyíteni mindazt, amit a tanórán megszerzett. De például volt egy olyan, ugye a 21. századi tanulás, mint valós problémák megoldása, és innovatív megoldások keresése. Volt például egy olyan projektünk, ahol három osztállyal közösen igyekeztünk Arany János életét és műveit feldolgozni 7. osztályban, csak hogy az egyik fele a gyakorlatilag 17 emberem a 40 pár főből elment 2 hétre Kanadába jégkorongmeccsre. Na most innen szép nyerni, és ráadásul úgy voltunk, hogy ugye akkor nekik vizsgázni kellett volna, hiszen nem tudtak jegyet szerezni abban az időszakban, és egy ilyen online közös munkát hoztunk létre, ahol ők is ugyanúgy be tudtak kapcsolódni a meccsekre utazva, vagy éppen mondjuk a szállásukon, úgyhogy az edző segítségünkre volt abban, hogy tényleg koordinálja azt, hogy a gyerekek tényleg azzal foglalkozzanak, és mikor hazajöttek, akkor azt tudtam mondani, hogy gyerekek, ennyiben vettetek ki részt benne, ennyi pontot kaptok, és a pontokat pedig jegyre váltva lehetőségetek van esetleg még javítani, de akkor is sokkal kevésbé terhelte meg őket ez az együttműködés, még úgy is, hogy a világ másik felén voltak, és más szerepben is teljesíteniük kellett, mint hogyha utólag kellett volna egy több hetes lemaradást pótolniuk. Ezért egy kicsit már egy lazább
felfogása az egésznek. Igen. 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 Érdekelne az, hogy manapság, vagy a lehetőségek között szerepel az, hogy ezek a gyerekek a Facebook, a Wikipédia, nem tudom milyen kiegészítő eszközök segítségével akár könyveket helyettesítsenek? Hát mondjuk a Wikipédiával nem feltétlenül szeretem, hogyha helyettesítik a felkészülést, hiszen ugye ez egy szabad szerkesztésű oldal, és bárki bármit beírhat. Például a Toldi projektünknél sikerült egy ilyenbe belefutnunk, hogy Nagy Lajosra, ugye Lajos király, aki a Toldiban szerepel, Nagy Lajosra rákeresve sikerült azt megtalálni, hogy 1914-ben halt meg. Első Nagy Lajos királyunk, tehát igen, a Wikipédiának vannak ilyen hibás lehetőségei. Igen, szerkesztői vannak. Így van, így van. Igen. Tehát igyekszem arra felé tendelni őket, hogy inkább több forrásból és biztonságos forrásokból tájékozódjanak. Uh-huh. Ön elsősorban magyart és történelmet tanít, de én gondolom van rálátása arra, hogy esetleg a kollégák mennyire használják a digitális eszközöket egy fizika, vagy mondjuk az én esetemben egy földrajzórán. Szintén jól ki lehet használni ezeket az eszközöket? Azt gondolom, hogy bármely órán. Hogyha azt nézzük, hogy a humán tantárgyak mennyire állnak távol ezektől a területektől, akkor egy fizikában, ahol a kísérletezésbe olyan dolgokat lehet bevonni. Például van egy nagyon picike kis mikroszámítógép, Mikrobitnek hívják, aminek a bevetésével akár olyan programokat is írhatnak maguk a gyerekek, ahol például lépésszámlálót készíthetnek, hiszen, de ez kell ugye a fizikai tudása a gyerkőcnek, hogy erre képes legyen. Vagy például hőmérsékletet mérjenek. Tehát fizikában még inkább lehetséges. Földrajzban is van kitűnő kollégám, aki mindenféle digitális eszközt bevet ahhoz, hogy a földrajzi órákat is ugyanígy élményszerűvé tegye. Én nekem az egyik rémálmom volt a homokasztal, ugye annak ilyen földrajzból, ahol meg tudtuk ugye mutatni, hogy a folyók hogy folynak, hogy a különböző rétegek hogy helyezkednek el, illetve a különböző törésvonalak hogy jönnek létre. De gondolom ez digitális technikával már helyettesíthető. Természetesen, hiszen ma már vannak interaktív asztalok, ahol mondjuk ugyanezt létrehozhatjuk, de vannak például applikációk, ahol például a homokasztalt könnyen helyettesítve, akár bármilyen zárt vonalból egy olyan térképet tud létrehozni a digitális eszközzel beolvasva, mint hogyha a homokasztalon mondjuk sok órán keresztül az ember próbálta volna létrehozni azt a felszíni formát. Egy keményebb kérdés következik. Én tudom, hogy manapság már szinte mindenkinek van telefonja. Ez ma már azt hiszem, hogy ez hozzátartozik az életünkhöz, de mi van esetleg azokkal a kevésbé tehetős nebulókkal, akiknek mondjuk nem futja erre? Hogyan tud bekapcsolódni a digitális oktatásba? Érdekes kérdés. Amikor én ezt az egészet elkezdtem, pontosan azért kezdtem el, mert az volt a szemlélet, hogy szedjük be a telefonokat. És ugye a kollégák többsége azt gondolta, hogy hát a táskában 1-2-3, legfeljebb 10-15 készülék lapul mondjuk egy 30 fős osztályban. Itt általában hány évesekről van szó? Felső tagozatos gyerekekről, 10-14 éves kor között. Ehhez képest meglepődésemre, amikor azt kértem, hogy tegyétek ki az asztalra a telefont, a másfél méteres tanári asztalom megtelt. Tehát ma már szinte mindenkinél ott vannak az eszközök, a kevésbé tehetős gyereknél is ott van, hiszen a közösséghez tartozásnak sajnos egy szimbóluma lett. Uh-huh. A digitális eszköz nem feltétlenül azt kell nézni, hogy a legújabb modell, de egy olcsóbb, pár tízezer forintos készülék szinte mindenkinél ott van. Amivel ugyanúgy be tud kapcsolódni a feladatkészítésbe? Így van. És pontosan itt jön el a szerepe annak, amiről az elején beszéltem, hogy az együttműködés. Hiszen lehet, hogy mondjuk egy osztályban van 30 főre 10 eszköz. Akkor mit mondok? Üljetek össze hármas csoportokba, uh-huh, uh-huh. Mindenkinél rögtön lesz egy eszköz, amihez hozzáférhet. Persze itt jön be az, hogy mondjuk a szülők hogy állnak hozzá, hogy az ő gyermekének a telefonját mondjuk a másik gyerkőc nem feltétlenül szeretné, hogy használja. Itt már azért vannak közösségi problémák és olyan meccsek, amit azért a tanárnak
le kell, hogy tudjon zongorázni, de igen, tehát azzal, hogy együtt tudjanak dolgozni, áthidalható az, hogyha nincs megfelelő eszköze mindenkinek. Meg hát egyre több olyan törekvés van, hogy a tantermekben már ne csak az interaktív táblák, hanem a tabletek és az egyéb okos eszközök is bekerülhessenek. Mm-hmm. Én gondolom, önnek azért ezeket a különböző applikációkat szépen lassan meg kell ismerni ahhoz, hogy a gyerekeket is rá tudja vezetni egy-egy eszköz használatára. Nem szépen lassan, hanem folyamatosan, hiszen ezek folyamatosan megújuló, folyamatosan átalakuló applikációk, de hát tehát egy folyamatos tanulást igényel a pedagógustól is, hogyha már a gyerkőcöt a folyamatos tanulásra szeretné rászorítani. Igen. Uh-huh, de egyébként vannak olyan feladatok, vannak olyan ötletek, amik ezekkel az applikációkkal megvalósíthatók, ugye? Így van. És ezek teljesen hétköznapi applikációk. Teljesen hétköznapi. Ingyenesen lehető, akár mindenképpen ingyenesen használható applikációk azok, amiket én beviszek az órára, hiszen nem várhatom el egyetlen tanulótól sem, hogy ő most azért áldozzon. Uh-huh. Másik nehéz kérdés mondjuk az internet ellátottság. Ma már ugye egyre több helyen egyre jobb internet, wifi lehetőség van az eszközökre. Másik kérdés viszont, hogy mondjuk ha az iskolának van egy kiépített wifi hálózata, a gyerekek telefonját ráengedjük-e? Mennyiből tart mondjuk teszem azt annak a wifi hálózaton keresztüli feltörése is mondjuk bejutva a tanári számítógépekre. Tehát azért ezzel bizony vannak biztonsági kérdések, tehát ezt is meg kell tudni oldani. Jó, hát ezek gyönyörű feladatok. Igen. Picit, ha már az eszközöknél tartunk, illetve a különböző applikációknál, nézzünk előre, tőlünk nyugatabbra, vagy akár mondjuk az amerikai kontinensen, ahol azért ezeket elég aktívan használják. Mi az, amiben egy picit előttünk járnak már? Mire érdemes figyelni? Azt gondolom, hogy ami egy nagyon-nagyon érdekes tendencia, hogy a kiterjesztett valóságot, tehát hogy valamilyen hívóképet, vagy valamilyen mondjuk akár GPS koordinátát felhasználva, az okos eszközön keresztül, belenézve akár mondjuk a tanterembe, különböző szemléltető anyagokat láthatnak a gyerekek. Tehát például akár egy dobogó szívet tudunk bemutatni, vagy például ahova soha nem vinnénk a gyerkőcöket egy vulkán belsejébe, bele tudunk tekinteni úgy, hogy gyakorlatilag mondjuk csak egy papírdarab van a gyerkőc előtt. Azért ez egy izgalmas kérdés lehet. Ó, ha én ezt annó földrajzórán meg tudtam volna valósítani. Tehát például van egy applikáció, aminek a segítségével kinyomtatunk egy színezőt, igen, amit akár egy óvodás gyerek is kiszínezhet, és mondjuk itt egy vulkán. Kiszínezi a vulkánt, beolvasom utána ezt a kiszínezett képet az okos eszközzel, és részekre tudom bontani a vulkánt, nem az én krikszkraksz rajzomat nézi a gyerkőc a táblán, hanem egy gyönyörűen kidolgozott 3D modellt, és utána szeletekre tudom szedni, és végig tudom nézni, hogy hogyan néz ki egy vulkán belseje. Akár mondjuk a háromdimenziós nyomtatót is bele tudják, ugye ez az utóbbi évek nagy találmánya, bele tudják vonni az oktatásba? Mindenképpen. A 3D modellezés, hogy ebben elmélyedjen a gyerek, egy nagyon, nagyon innovatív iránya az oktatásnak. Én is egyébként nagyon szívesen foglalkozom ezzel a résszel, de például van egy olyan applikáció, hogy picit visszakanyarodjak, ahol egy egyszerű kinyomtatott papírkockát beolvasva olyan 3D modelleket tudok megmutatni a gyerkőcöknek, amit akár ők is készíthetnek, vagy hogyha éppen ráérő időm van a több száz dolgozat felett, akkor akár én is olyan 3D modelleken keresztül mutathatom be, amit a gyerkőc utána elforgat, kézbe vesz, és azért azt gondolom, hogy ez a megismerésnek egy igen más dimenziója, mint a táblakréta verzió. Ugye a kiinduló pont az volt, hogy tőlünk nyugatabbra mennyire aktívan használják már ezeket az iPad-es, telefonos, nem tudom, digitális eszközöket? Hát attól függ, hogy melyik területre próbálunk kitekinteni. Amerikában azért ennek már nagyobb kultúrája van, mint nálunk. Itt is azért vannak olyan területek, ahol elzárkoznak tőle, és azt mondják, hogy mint amilyen felhangok itthon is vannak, hogy inkább vegyen az ember drogot a gyereknek, mint hogy mobiltelefont adjon a kezébe, kevésbé káros. Tehát vannak ilyenek is, de természetesen azt,
hogy hogyan is lehet ezt használni az oktatásban, ezt már sokkal korábban elkezdték nálunk. Ők aktívan használják. Aktívan használják. Tehát például a Microsoft Innovatív Iskola programra tudok kitekinteni, ami ugye egy óriási globális közösség ma már, ahol a technológiát úgy igyekeznek használni a tanárok, hogy ez tényleg innovatív legyen, és folyamatosan osztják meg az ötleteket, a tapasztalatokat arról, hogy akár mondjuk a mobileszközöket hogyan lehet használni, akár az egyéb lehetőségeket miként lehet bevinni a tanterembe. Manapság az ötleteket hogyan osztják meg egymás a hazai pedagógusok? Hogy mit lehet használni, hogyan lehet használni egyáltalán, milyen célokat lehet, esetlegesen felszabaduló pénzeket mire lehet költeni? Vannak különböző tanári Facebook csoportok például, ahol most már sok ezer kolléga tájékozódik, illetve osztja meg a tapasztalatait. Vannak személyes blogok, amelyeket lehet követni, és igyekszünk ezeket folyamatosan napra készen tartva informálni a kollégákat adott eredményekről, adott ötletekről, mert lehet, hogy egyetlen egy morzsányi ötlet mondjuk valahol egy másik kollégának az ötletét megtermékenyíti, és ebből valami hatalmas születik. Tehát akkor működik az, hogy a tanárok segítik egymást azért? Azt gondolom, hogy szintén működik. Digitálisan? Igen, szintén digitálisan. Hát igazából az országon belüli távolságokat szerintem így a legegyszerűbb legyőzni. Én emlékszem, hogy valaha ez úgy működött, hogy ugye a tanárokat is elvitték kvázi ilyen továbbképzésekre. Manapság akár a továbbképzéseket digitálisan meg lehet oldani. Manapság már meg, és ez ugye a legkézenfekvőbb és legkönnyebb módja egy digitális továbbképzés annak, hogy mondjuk a szoros napi rendbe be lehessen építeni. Ugye látjuk, hogy a pálya elnőiesedett. Ugye nekünk nőknek nem csak a szakmai téren kell megfelelnünk a mindennapokban, hanem ugye családanyaként is szerepet kell vállalnunk a mindennapi feladatokban, és ezt leginkább úgy lehet beépíteni a mindennapjainkba egy kötelező továbbképzést, ugye 7 évente 120 órányi továbbképzésre van kötelezve minden pedagógus. Ezt pedig úgy a legegyszerűbb megtenni, hogyha otthonról kényelmesen, amikor éppen ideje van az embernek erre. Akkor felcsatlakozik egy megfelelő csoporthoz. Egy megfelelő csoporthoz, vagy kiválaszt mondjuk egy olyan programot, amely a továbbképzést segíti. Most ezt, bocsánat, csak így eszembe jutott, hogy így viszont a nebuloknak is nehezebb mondjuk lógni. Igen. Hiszen akár a telefonjuk segítségével azonosíthatóan. Mi az, amire manapság a 21. századi nagyvállalatok, hiszen ugye az iskolák gyakorlatilag a cégeknek termelik a munkaerőt. Szóval mi az, amit nagyjából meghatároznak a 21. századi cégek? Mire van szükségük? Milyen tudás alapra, illetve milyen készségekre? Ez az, amiről az elején beszéltem, tehát mindenképpen az elsődleges, amit kiemelnek, hogy együttműködési képesség, az, hogy a... Tehát ma már fontosabb a csoportos tudás. Ma már fontosabb, mint az egyéni versengő hozzáállás, igen. Legalábbis a nagyvállalati oldalról ezt a presszúrát kapjuk, hogy igen, együttműködésre tanítsuk őket, hogy képesek legyenek együtt gondolkodni, nem pedig elzárni a saját tudásukat, hogy ez az enyém. Ugye amikor puskázni próbálnak a gyerköcök és elzárják a pattástól az információt, tehát nem ez, hanem hogy segítsük egymást. Nagyon fontos az, hogy a tudás, amit megszereznek, az egy átvihető tudás legyen. Ma már rengeteg olyan képzés van bizonyos nagyvállalatoknál, hogy teljesen mindegy, hogy milyen alapképzettséggel kerül be az ember, hiszen ő maga szeretné kiképezni a maga munkavállalóját, de legyen képes tanulni az az adott illető, hiszen hogyha a tanuláshoz nem ért, csupán azt a megadott dolgot képes visszaadni, amit ő mondjuk egy könyvből vagy egy jegyzetből elsajátított, akkor nem lesz megfelelő puzzle-elem az adott nagyvállalatnál. Tehát azt gondolom, hogy ez a két legfontosabb, aztán ehhez az, hogy mondjuk a határidőket be tudja tartani, hogy úgy tudjon tervezni egy adott feladattal, hogy az megfelelő időben nagyobb energiaráfordítás nélkül. Tehát ugye tipikus, amikor a
főiskolára kerül az ember, akkor ébred rá, hogy igen, mondjuk arra a 10 vizsgára, ha fel kell készülnöm, és előző napokban szeretnék tanulni, akkor ez nem fog működni, hanem ugye meg kell osztanom az erőmet, megfelelően tervezve az időtávokat. Tehát ezt már mondjuk el lehet kezdeni tanítani egy ötödikesnek, de ehhez azt kell, hogy ne 45 perces etapokban gondolkodjunk, hanem legalább egy hetes projektekben. Tehát már, most már inkább azt mondom, hogy projektgondolkodás van. Igen. Pedagógus és a gyerek részéről is? Én azt gondolom, hogy ez lenne a megoldása annak, hogy erre a nagyvállalati kérésre felkészítsük a gyerekeket, illetve azt gondolom, hogy nekünk is egyszerűbb lenne, hogyha tudáscsomagokat próbálnánk átadni, nem pedig adott 45 perces blokkokban gondolkodnánk. Milyen segítséget kapnak egyébként a különböző, kapnak egyáltalán segítséget cégektől, vállalatoktól, bárkitől, hogy esetleg a digitális technikát még jobban alkalmazzák? Igen, egyre több nagyvállalati törekvés van erre. Például most a T-Systemnek a Modern Iskola programja most indult meg, amelynek keretében volt szerencsém elkészíteni egy 5 órás képzéscsomagot, ami tényleg a kezdetektől vezeti végig a kollégát az igen bonyolult technikai eszközök bevetésére, tehát onnan, hogy mondjuk nyomtatható anyagokat hogyan tud bevinni egyénre szabottan a gyerkőcöknek, vagy hogyan tud mondjuk egy QR kódos kincskeresést bevinni. Mennyivel izgalmasabb ugye az, hogyha a gyermek a folyosón vagy a tanteremben ide-oda szaladgálva leolvassa az adott kérdést, és utána így keresi meg a választ, mint hogyha kiadjuk neki, hogy 5 kérdés, 5 válasz, és haladjunk. Sokkal izgalmasabb ez egyébként. Én azt gondoltam, hogy maga a digitális oktatás valahol ott leragadt, hogy az ember így be tud nézni mondjuk a rajzórán, mondjuk a Guggenheim Múzeumban, New York-i Guggenheim Múzeumot meg tudja nézni. De hát ezek szerint itt a feladatokkal esetleg még tágabb lehetőségek vannak, és akár mozgás közben is meg így lehet van, ezeket nagyon oldani. Sok mozgásos játékot tudunk bevetni, nagyon sok olyan interaktív kvíz oldal van, ahol tényleg a játékélmény magával ragadja a gyerekeket, de nem szabad itt megállnunk, hogy csupán ezeket a kvízeket visszük be, hiszen ettől még nem lesz digitális. Ugyanezt a kérdéssort feltehetném én papíron is a gyereknek. Azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ugye a digitális technológia nem célja a tanításnak, csupán egy eszköze, és hogyha jól használjuk, akkor ehhez kaphatunk támogatásokat, akár nagyvállalati részről is. Vége felé járunk a mai beszélgetésünknek, úgyhogy néhány kötelező és fontos kérdést föl kell tegyek. Lehet dolgozatot is íratni digitálisan? Természetesen. Kipróbálta már? Természetesen. Minden nagyobb számon kérésnél ezért ez előkerül. Sőt, olyan lehetőséget is szoktam biztosítani a gyerkőcöknek, hogy próbadolgozatot otthonról kitölthetnek. Lemérhetik a tudásukat, hogy az adott... Élnek vele egyébként? Élnek vele. Tehát akkor ez a része abszolút működik. Abszolút ők működik. Is kihasználják a digitális technika előnyét. Abszolút működik, ha megmutatjuk nekik, hogy hogyan kell kihasználni. Uh-huh. Tehát itt inkább arról is van szó, hogy nem csak az eszköz van meg hozzá, hanem az, hogy tudják is alkalmazni. Így van. Uh-huh. Na jó, most a legkellemetlenebb kérdés. A igazolatlan hiányzásokat és intőket is lehet digitálisan a szülők felé jelezni? Hát ugye bevezetésre került ez az elektronikus napló, úgyhogy igen, ez is működik, és adott hiányzás már pittyen is az embernél, hogyha a gyerkőc éppen nem a megfelelő helyen tartózkodik. Az azt jelenti tehát, hogy ha úgy tetszik, akkor a következő években maximálisan szülők, pedagógusok, gyerekek ki tudják majd használni ezt a digitális technikát az iskolában. Azt gondolom, hogy jó úton haladunk e felé. Hát nagyon szépen köszönöm Antaliné Mis Lillának, hogy egy kicsit bevezetett bennünket ebbe a digitális technikába az iskolába. Én nagyon kíváncsian várom, hogy mit hoznak a következő évek, de azt hiszem elindultunk az úton, ugye? Azt remélem, igen. Köszönöm, hogy velünk tartott. Önöket pedig arra kérem, hogy látogassák az Ozon TV Facebook oldalát, mondják el véleményüket, írják le a véleményeket, önök is digitálisan csatlakozzanak mindezekhez. Én pedig köszönöm a figyelmüket.